Miután Vietnám az idei sajtószabadság világranglistáján a 175. lett a 180-as listán, és csak összehasonlításképpen Magyarország a 89., amiben nem kis része van független újságírók bebörtönzésének, most egy sajtómúzeum megnyitásával próbálja árnyalni a vietnámi sajtószabadságról kialakult képet. A múzeum létrehozása 1 millió dollárba került. Csak azért lehet vietnámi sajtómúzeumunk, mert Vietnámban sajtószabadság van, mondja az intézmény igazgatónője. Függetlenül attól, hogy valaki újságíró vagy sem, lehet érezni, hogy a sajtómúzeum hangulata nagyon közeli, mert vannak olyan dolgok, amelyekről már hallottunk, de bele kell gondolnunk abba, hogy a hírek nem csupán szavak, hanem ott van mögötte az ember, az újságíró munkája is, mondja egy látogató, aki maga is újságíró. A vietnámi háború idején a propaganda üzenetek terjesztésére használt hangszóró másolata is látható, épp úgy, mint régi kamerák, írógépek, újságírók teáskannái, bögréi és régi cikkek. A kurátorok gondosan válogatták ki a kiállítás tartalmát, a vietnámi háború Pulitzer-díjas fotóitól egészen a francia gyarmati időket leíró dokumentumokig. A múzeum a kormány jóváhagyásával nyithatta meg kapuit, ezért például sehol sem említik, hogy a vietnámi rendszer tiltja az összes független média felületet, és hogy a média szinte teljes egészét a kormány ellenőrzi. A tárlat nem pontosan egy hónappal azután nyílt, hogy újabb két kormánykritikus újságírót ítéltek börtönbüntetésre.